Bizonyos amerikai kutatások szerint, hogyha egyes élelmiszereket fogyasztunk úgy, mint a teljes kiörlésű gabonaféléket, bogyós gyümölcsöket, halat, ezzel lassíthatjuk, ugyanakkor fontos, hogy minden mellett mellőzzük a vörös húsokat, szóval mindezzel az időskori elbutulás ellen tehetünk egy nagy lépést, és ha a kutatások tényleg igaznak bizonyulnak, akár az Alzheimer-kor kialakulása ellen is védekezhetünk. Tényleg így van, ez elég jól hangzana mindez, úgyhogy dietetikus segítségét kérjük ebben a folyamatban, Varga Dóra személyben. Szia Dóra! Sziasztok, jó reggelt! Tényleg azért meglepően hangzik, hogy a szellemi képességeinket így befolyásolhatjuk a táplálkozás révén, de akkor tegyük egy picit, hogy azért az időskori elbutulás és az Alzheimer-kor nem ugyanaz a dolog. Tudja, a demencia, mint időskori elbutulás, az egy összefoglaló név, aminek sok minden állhat a hátterében. Az Alzheimer-kor az pedig egy konkrét kórkép, ami okozhat demenciát. Na de hogy függhet ez össze a táplálkozásunkkal? Ugye a táplálkozás tudomány és maga az, hogy amit elfogyasztunk, milyen hatással van ránk, az még egy nagyon friss tudományág, és elég keveset tudunk arról, hogy valóban mi minden befolyásolja azt, és inkább megfigyelések, ami alapján azt lehet mondani, hogy itt is például egy vizsgálat volt a háttérben, 900 embert megvizsgáltak egy idősek otthonában, és ott például 900-ból 500, sőt több mint 500 embernél javulás volt tapasztalható egy bizonyos diéta követése hatására. Ez már egy viszonylag jelentős számnak mondható. Na de mennyi idő alatt? Hogy hány ez egy 5 éves követéses vizsgálat volt. Tehát viszonylag sokáig, nagy létszámú csoporton, tehát erre már azért lehet alapozni a későbbiekben. Na most azt ugye tudjuk, hogy akár Alzheimer-korról beszélünk, akár úgy általánosságban véve demenciáról, ugye bizonyos sejtszintű kapcsolatok szűnnek meg az idő előre haladtával, tehát az agyi idegi pályák elhalnak például. Tudom, hogy nem vagy idegsebész, vagy orvos, de te hogy tippelnéd, hogy mondjuk ez hány százalékban múlik azon, amit mindig szoktak ajánlani, hogy érdemes időskorban is akár nyelvet tanulni, keresztsejtvényt fejteni, tehát tornáztatni az agyunkat. Biztos. És persze oda kell figyelni a táplálkozásra, de mint dietetikus, hogy érzed, hogy hány százalékban múlhat ez, mert ugye mégiscsak fizika, meg kémia, meg biológia zajlik abszolút a fejünkben is. Igen. Szóval, hogy az elfogyasztott táplálék, az mennyiben befolyásolhatja ezt? 50%-ban lehet fontos, vagy akár nagyobb arányban is? Én azt mondom, hogy 50%-ra mondhatjuk, többre nem mondanám. És egyébként érdekes volt itt a vizsgálatban is, nem csak azt nézték a táplálkozást, hanem például azt, hogy a társas kapcsolatokra ezek a típusú emberek mennyire figyeltek. Tehát aki mondjuk figyelt a táplálkozására, figyelt arra, hogy sportoljon is, hogy a társas kapcsolatai megmaradjon. Tehát igazából ez, aki figyel magára, ő általában ezt kollektív. Minden összefügg. Igen. Hát sőt, ezt még ki lehet egészíteni azzal, hogy ugye évek óta, vagy akár évtizedek óta beszélünk arról, hogy a vörös húst egy picit mellőzzük, igen, és menjünk el inkább a teljes kiörlésű gabonák felé. Hát, hogy a fehér húsok irányába. Bizony, tehát ez a szervezetünknek egyéb szempontból is fontos, elő szoktuk venni ezt a mondjuk az érelmesesedés kapcsán, ami pedig az agyérekre is vonatkozhat. Tehát azért sok minden összefügg egymással. Azért volt az érdekes ez a felmérés, mert van több olyan déta, például mediterrán étrend, amit kifejezetten szív- és érrendszeri problémák megelőzésére szoktak javasolni. Van egy DASH diéta, amit a magas vérnyomás megelőzésére szoktak javasolni, és ennek a három követését hasonlították össze. Uh-huh. És itt is ez a MIND diéta volt, ami kiemelkedett az agyi funkciókkal kapcsolatban, leginkább megőrizték a képességeiket. És most a diéta, amiről beszélünk, akkor nevezzük nevén azokat a hozzávalókat, amiket érdemes beépíteni mindenképpen. Nagyon kihelyezte ez a diéta a zöldségfogyasztást, tehát ott több pontot is megemlít, például a zöldleveles zöldségeknek a majdnem napi rendszerességű fogyasztását. Tehát spenót is például. Így van, így van. A hüvelyesek, brokkoli, igen. A hüvelyesek rendszeres fogyasztását, tehát ez heti három alkalommal említi. Barnababis, meg zöldbabis? Igen, mindenfélét. Például érdekes, annyira nem tér ki részleteket, hogy mondjuk azt mondja, hogy naponta fogyasszunk bor, de hogy milyen bort, azt már nem mondja. Érdekes, mert a vörös bor szokott inkább hamar. Igen, ott az a mediterrán diétából jön leginkább, ott a vörös bor szokott lenni, de kifejezetten nagy hangsúlyt fektet az olajos magvak rendszeres fogyasztására. Heti 5 alkalommal javasol egy maraik olajos magot elfogyasztani. Ez érdekes, és a piros húsok miatt. A bogyós gyümölcsök mit tudnak, amitől szintén kiemelik? Ugye a bogyós gyümölcsökben egy ilyen különlegesebb polifenolos vegyület van, ami egy antioxidáns hatású, és nagyon, nagyon sokféle polifenolos vegyületeket tartalmaznak a bogyós gyümölcsök, ezért egyre több vizsgálat van ezzel kapcsolatban, és azt kifejezetten ki is emelték a vizsgálat végén a bogyós gyümölcsöket, tehát egy különleges antioxidáns tartalom igazából, amit jelentős. Tehát bodza, csipkebogyó, minden jöhet? Kiemelték a málnát, illetve az eperet. Ez a kettő. Milyen kell, hogy annak a rövid a szezonja, nem? Ez igen, nem fog fájni, igen, tehát nem hangzik olyan rosszul. Ez megvennék el egy ilyen. És persze az a lényeg, hogy ezt egy életen át kell követni, igen, tehát nyilván nem egy kúrát kell csinálni ebből a fajta diétából, hanem minél tovább tartani. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük.